köszöntjük kedves nézőinket! Mai adásunkban a Cyclocross Challenge első futamáról jelentkezünk. Pár héttel ezelőtt a kiváló hangulatú zalakarosi futammal vette kezdetét az idei Cyclocross szezon. A Magyar Kupa sorozat mellett hagyományosan a négyfordulós Cyclocross Challenge sorozat kínál még a legelszántabb kerékpárosoknak versenyzési lehetőséget. Ennek az első etapját rendezték most meg a Lupa Beach-en a Merida Kupa keretében. 25 fok és napsütés várta a nevezőket, mondhatnánk tökéletesebb időjárás talán elképzelni sem lehetett volna a tengerparti hangulatot árasztó környezethez. A családok ki is használták az adandó alkalmat, gyermekzsivajtól volt hangos a rajt célhelyszín. A versenyzők azonban nem ilyen időhöz szoktak, a cyclocross szakág meghatározó eleme a hó, a sár és a hideg. Ezek nélkül a verseny teljesen átalakul, más képességek kerülnek előtérbe. Ennek ellenére túl nagy csalódottságot nem láthattunk a versenyzők arcán, azon inkább tükröződő boldogságot, hogy még egyszer idén átélhetik a nyárias hangulatot. A helyszín nem csak a homokos partjával csábítja a látogatókat, hanem az első osztályú szolgáltatásaival. Ló és lovasa is fülödhetett a rendezvényt követően, és az étel, illetve italválaszték sem hagyott kívánivalót maga után. A cyclocross versenyekről tudni illik, hogy az erőnlét és az ügyesség egyszerre dominál. Tömegindításos rendezvény, így egyszerre rajtolnak el az indulók. A 2,5-3,5 kilométer hosszú körpályán a talaj felváltva aszfalt és terep, és legalább 90%-ban kerékpáron tekerve kell versenyezni. A versenypályán különböző akadályok vannak, így nem csak erőben, de technikai tudásban is a legjobbat kell nyújtani. Körülbelül egy órát jelent a felnőtt férfiak számára a verseny, és természetesen kategóriától függően változnak az ajánlott versenyidők. Az nyer, aki legelsőként halad át az utolsó körben a célvonalon. Nagyon nehéz volt. Tegnap kijelöltük a pályát, tegnap előtt, és akkor igazából azt rontottam el, hogy tegnap nem mentem rajta, mert úgy gondoltam, hogy ez így jó lesz, mert hogy volt már ilyen, úgy nagyjából így ugyanaz a nyomvonal, mint ami volt. Utána mentünk itt a Zsombival meg a Boldival egy kört, és akkor láttam, hogy igazából ez most nem az, mert itt ebben 25 fokban nem ugyanolyan a homok, mint az 5 fokban januárban. Úgyhogy igazából egy kicsit olyan futóversenyre sikeredett. Nyilván mondjuk mi leszálltunk 4-szer, valaki 10-szer, itt van azért a különbség. Nyilván ez volt most kijelölve, ez volt a cross verseny, mindenkinek ez volt a pálya. Gondolom senkinek nem a szíve csücske, de szerintem így az időjárás, a helyszín, a rendezvény, ahogy kinéz a pálya, rajtcél, központ, mindent szerintem azért az kárpótol mindenkit. Utána isznek egy sört, esznek egy hamburgert, és akkor talán jó lesz. Amikor elkezdtünk gyorsan menni, akkor nagyon rossz volt, de szerencsére kb. Ugye egyforma erősek voltunk a mai nap. Próbáltuk egymást segíteni egyébként, hogy technikailag is, tehát hogy mondjuk, hogyha én mentem el, akkor a Zsombi nézte, hogy én hol megyek, amikor ő ment el, akkor nyilván én edzőként néztem, hogy ő hol megy. Próbáltuk mondani egymásnak, hogy most már ez a nyom jobb, tehát mindig ugye körökörre változtak a nyomok, hogy az is nehéz, hogy mi egy csomó helyen azért tudtunk volna tekerni, csak akik leszálltak, azok szétjárták a nyomot, és így ezáltal mondjuk két helyen kellett úgy leszállni, hogy amúgy nem kellett volna leszállnunk, mert be tudjuk úgy venni a kanyart, meg erőből el tudunk menni. Néha feltartottuk egymást, mert hogyha én akadtam meg, akkor ő jött közelebb, amikor ő akadt meg, akkor én mentem, a nyakán estem át majdnem, de jó, így elhomokoztunk így a rendezvényen. A különböző szakákból érkező kerékpárosok mást profitálhatnak a cyclocross versenyzésből. A széles gumis montisok például tovább csiszolhatják kanyartechnikájukat és gyakorolhatják a gyors kerékpárra felleszállást. Ezen kívül sokat javít a robbanékonyságon, gyorsaságon és fel tudja dobni a téli hónapokat. Az országútisok pedig egész magas szintre fejleszthetik a kerékpárkezelési tudásukat, javíthatják az egyensúlyérzéküket, arról nem is beszélve, hogy kifejezetten jó bicikli szórakozást nyújthat ez a sport a téli hónapokban. Remek volt nagyon. Kicsit több volt a futás, mint amit megszokhattunk. Mondjuk itt a Lupán is volt már ugye két verseny, de most ez volt a legfutósabb, mert sokkal melegebb van, mint szokott lenni, és emiatt a homok sokkal puhább lett, és nehezebb volt benne bicóval végigmenni, emiatt egy kicsit futósabb volt, mint szokott lenni. Úgyhogy egy kicsit fárasztóbb volt, mint szokásos. Abszolút negyedik lettem, ugye a Buzsó nyárt, a Zsombi lett a második, a Málnási Atti lett a harmadik, és én meg abszolút a negyedik. De amúgy végig nagyon élvezetes verseny volt. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a helyszínt, megmondom őszintén, hiszen minden adott ahhoz, hogy egy olyan rendezvény legyen itt, ami tök látványos,
ugye a versenyzőknek is tök jó, mert tudnak öltözni, zuhanyozni, gyakorlatilag ugye van egy tök jó büfénk, maga az egész tök jól belátható, tehát nézői szempontból is tökéletes. Azt gondolom, hogy az egyik legjobb helyszín Budapesten vagy Budapest környékén. Nekem azért ez a főszakág, én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb egyébként az összes közül. Ha megnézzük, hogy a mostani profik a országúton honnan jönnek, akkor azt hiszem azért ez egy jó magyarázat arra, hogy én mit gondolok erről, vagy igazából nemzetközileg hol tart most a ciklokrossz és hol helyezkedik el. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos szakág. Én azt sajnálom, hogy nem olimpiai. Tehát azért ez egy sokat dobna rajta. Itthon is egyébként szerintem talán a legjobban működő most már az elmúlt 2-3 évben. Azért itt van két versenyrendszer, ami tök jól működik. Van a Magyar Kupa is, meg ugye most a Cyclocross Challenge. Látom, hogy ez a legnépszerűbb szakág. Hogyha megnézed, most is tök sokan vannak itt. Van egy állandó ilyen 170-200 induló. Azt gondolom, hogy egy ilyen téli időszakban jó, most 20 fok van és tök jó idő, de azért alapvetően általában hidegebb szokott lenni, meg kicsit rosszabb idő, és ugyanennyien szoktak lenni, úgyhogy én azt gondolom, hogy tök jól működik ez. Igazából azért, mert gyakorlatilag egy országútihoz hasonló kerékpárt használsz, és mind a két szakágban van átjárás, ugye a Montihoz is, meg a Crosshoz is, mert ugye terepen mész, aminek következtében azért a Montihoz is van egy pici köze, országúton az azért, mert gyakorlatilag a hasonló biciklivel, nagyon sok kanyar van, nagyon sok kigyorsítás, hasonló egy picit a kritériumhoz, technikailag nagyon sokat ad, és fizikálisan is nagyon sok olyan plusz tud adni egy téli időszakban, amit nem kap meg egy versenyző, hogyha ezt nem csinálja. Össze lehet kötni egy tök jó téli alapozással. Ugye mindenki azt mondja, hogy áll csak 40 percet versenyzel, ez így van, csak ugye bemelegítesz, versenyzel, levezet, bejárod a pályát, tehát hogy általában egy ilyen nettó 3 órát töltesz bicón, hogyha nagyon rossz idő van, akkor is, és egy tök jó változatos időtöltés, folyamatosan ugye fölülsz, kimeleged, kicsit bemelegítesz, megint mész, tehát és nagyon-nagyon sokat segít. Plusz ugye a másik az, hogy tök sokan indulnak, ugye megtanulják a versenyzők, a gyerekek a test-test elleni küzdelmet is, ugyanaz, hogy hogyan fordul a bicikli, tehát egy nagyon sok pluszt ad, én azt gondolom. Ami magát a versenyt illeti. A rajt területén 8 darab egyenként 75 cm széles sávot kell kialakítani, melyből a versenyzők rajtolhatnak, egy sor hossza pedig pontosan egy kerékpár. Ahhoz, hogy a versenyzők kényelmesebben elférjenek, illetve biztonságosabban tudjanak elindulni, a rajtvonal után minimum 6 méter széles, 150 méter hosszú egyenes szakasz következik. A rajtrácsra történő felállás az eredmények alapján történik, a versenyzők egymás után állnak fel. A verseny előtt 10 perccel kezdődik a beszólítás, amit ha a versenyző lekésne, már nem furakodhat be a többiek elé. Az, aki a korlátba, kordonba kapaszkodik és nincs lent az egyik lába a rajt előtt, azt hátra sorolják a bírók. Aki hamarabb elrajtol, azt azonnal kizárják a versenyből. Ilyenkor egy kicsit káosz van a cyclocross versenyeken. A rajt utáni egyenes végén minimum 90, de 180 foknál kisebb szögű kanyarnak kell következnie. Az első kör sokszor drámai és látványos, gyakran összeakadnak a versenyzők és buknak. A harmadik kör körül a mezőny már átláthatóvá válik, és ezzel együtt a verseny is. A verseny előtt nem adják meg, hogy hány kört kell teljesíteni a versenyzőknek. Ajánlott versenyidők vannak, amit a bírók úgy határoznak meg, hogy a versenyben élen álló versenyző első két körének átlag ideje alapján kiszámolják, hogy hány kört kell megtenni az elsőnek ahhoz, hogy az ajánlott időintervallumban legyen a versenyideje. A bírók mindig a harmadik kör elején hirdetik ki, hogy a versenyzőknek hány kört kell megtenniük. A szabályok alapján a lekörözötteknek, ahogy lehetősége nyílik, el kell engednie a gyorsabb versenyzőt. Többféle szabály alkalmazható a lekörözött versenyzőkre is. A bírók döntik el, hogy az adott versenyen melyiket alkalmazzák. Ha úgy döntenek a bírók, akkor a lekörözött versenyzőnek ki kell állnia a kör végén, amelyben lekörözték őt, vagy mindenki kint lehet addig a pályán, amíg a győztes versenyző célba nem ér. Fontos, hogy azt a versenyzőt, akinek a körideje 80%-kal rosszabb, mint az élen haladó versenyző első körének az ideje, a versenyből ki kell szólítani. Ilyenkor a kiszólított versenyzőket az eredménylistában kiszólításuk sorrendjében kell szerepeltetni, feltüntetve a nem teljesített körök számát. Az a versenyző győz, akinek az első kereke először keresztezi a célvonalat az utolsó körben, és a kerékpárja kontaktusban van vele, rajta ül, viszi vagy tolja. Igazából igen, ez a homok, ez
ez egy tényleg egy nagyon nehéz dolog, meg speciális itt a cyclocrossban, hogy meg főleg ezen a pályán, hogy ilyen hosszú. Úgyhogy ez nagy kihívás mindenkinek. Nem tudom, mennyi a pálya hossza, de nem olyan hosszú a pálya, de ez így, hogy homokos. Azért ennyi homok, nem tudom, nem sok pályában van. Nem tudok most így hirtelen mondani sokat. Úgyhogy amiatt volt hosszú a pálya, hogy végig homok volt szinte. Az volt nehéz, hogy így a tóparton megyünk folyamatosan, és például az utolsó körbe kicsit belecsúsztam, és bokáig elmerültem, úgyhogy a fél bicikli belement a vízbe. Egyébként nyilván nem lenne, ez a nyomvonal nem lenne nehéz, hogyha mondjuk fű lenne helyette, de akkor mást jelöltek volna ki, hogyha itt fű lenne. Nagyjából egy erőben voltunk, de hogyha kicsit meglendítette, akkor így lobogtam mögötte, próbáltam felérni, de úgy nehéz volt tényleg rajta maradni. De ugyanakkor nyilván láttam, hogy ő is fárad, és ugyanez volt, hogy ha én kicsit gyorsabban mentem, akkor neki is nehéz volt. Úgyhogy igen, ugyanolyan erőben voltunk. Ez is egy teljesen más szakág, és nyilván könnyen belefér a Monti mellett, hogy nyáron montizunk, országutizunk, télen meg crossozunk, de egyáltalán nem kiegészítő sportként, hanem ez teljesen más, nehéz szakág. És ha ilyen gyorsan akarunk menni, meg tényleg jól menni a versenyeken, akkor ez szerintem még nehezebb is sokkal, mint a Monti. Most itt a Cross Challenge-en tényleg próbálnak nagyon nehéz pályákat kialakítani, ami tényleg technikás. Itt igazából jó még akár esős, saras verseny nélkül is egy-egy pálya. Máshol magyar versenyeken van, hogy olyan a pálya, hogy azért megyünk rajta, és azt mondjuk, hogy ez jobb lenne esőbe, de itt a legtöbb pálya az még eső nélkül is jó, de nyilván amikor saras és sárba kell esni-kelni, az a legjobb. Mindig amikor jön a cyclocross szezon, akkor kicsit bele kell lendülni, és ilyenkor már úgy megjön a kedvem. November-december körül már kezdek visszavágyni a Montihoz, de még azért úgy jó a cross, és amikor már lement az OB meg minden, akkor mondom azt, hogy visszaülünk a Montira, és akkor meg azt szeretem jobban, úgymond még nem döntöttem el, hogy melyik a jobb. A szervező Superior csapat ez alkalommal nem elégedett meg azzal, hogy kizárólag a kerékpárosok versenyezzenek. Meghirdetett egy homokvárépítő versenyt is, és az óriási homokozó közepére állította lemezlovasát, miközben speakerük a start célterületen csak a versenyt, versenyzőket kísérte figyelemmel és szóval. Mindeközben a 17 gyermek és felnőtt csapat lázasan építette mulandó alkotásait, a versenyzők pedig mellettük küzdöttek egymással, de leginkább ők maguk is a homokkal. Ma nagyon szép időnk van, ismételten, mint 2021-ben, októberében, szikrázó napsütés, kb. 25 fok van a strandon. Van ez a homokvár építő verseny, 17 csapat nevezett, és imádják a gyerekek, a felnőttek mindenképpen, most lesz az eredményhirdetés, közben a masterek küzdenek az életükért és a homokkal, úgyhogy gyakorlatilag minden nagyon szuperül alakul. A lupa nagyon nehéz terep, de aki eljött, az megtapasztalja, hogy milyen az igazi férfi munka. A challenge sorozat 4 fordulós, és ezt követi még 3 forduló, december 10-én Újbudán fejeződik be a sorozat. Nagyon jó a homok, van, aki szereti, van, aki nem, a többség nem szereti, ez a valóságban is így van, úgyhogy a helyzet az, hogy nagyon sokat kell futni, de a lupának ez a sajátosság, olyan, mint egy belga tengerpart, van egy lupánk, akkor használjuk ki azt, hogy itt lehet versenyezni. Azon mindenképpen gondolkodunk, hogy kísérő rendezvények kellenek a cyclocross futamokhoz, mert ez fogja életben tartani, és ez a homokvár építő, ez hirtelen jött, de bevált. A lupa pályáját meghatározó rengeteg homok kemény kihívás minden versenyzőnek, ezzel is magyarázható, hogy ez a különleges verseny nem kedvence sokaknak. Kiválóan alkalmas viszont arra, hogy élethűen visszaadja egy igazi Benelux tengerparti verseny hangulatát. Végül lássuk, milyen programok várhatóak a következő hetekben. A műsor támogatója a Szerencsejáték ZRT.